Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, az ÉrTV 54. adását láthatják. Nézzük meg együtt, mi történt Székelyhídon és környékén az elmúlt héten. Itthon-otthon magazinunkban a harmadik Csokai családi napról tekinthetnek meg összefoglalót. TV-fotel vendégünk Barkúj Barna, Vedresárbány község polgármestere. Adásunk végén rövid híradónkat láthatják. Múlt hét vasárnap harmadik alkalommal rendezték meg Csokajon a családi napot. Tekintsék meg rövid összefoglalónkat. Június 29-én immár harmadik alkalommal rendezték meg Csokajon a családi napot. Az egész napos rendezvény ünnepi istentisztelettel kezdődött, melyen Forró Csaba helyi református lelkész hirdette az igét. A hagyományokhoz híven a templomból a Fényeselek emlékparkba vonultak az ünneplők, ahol Béres Csaba polgármester, Szabó Ödön parlamenti képviselő és Sós Lőrinc, a budapesti statisztikai hivatal elnöke osztotta meg gondolatait a jelenlévőkkel. A meghitt ünnepet helyi fiatalok szavalataikkal ékesítették, majd Csokaj nagyszülöttének Fényeselek mellszobrának koszorúzásával és nemzeti imánk éneklésével zárult az emlékünnep. Délután a szórakozásé, a labdarúgásé és az evés-ivásé volt a főszerep. Kátya Bohóca nevem, cintányér a tenyerem, orrom krumpli, szemem szín, szeretném, ha szeretnél. Ha szeretsz velem nevet, ha nem szeretsz, elmehetsz. De mivel mi szeretjük a bohókás bohócokat, maradtunk, és így találkozhattunk gólyalábas polgármesterrel, vágtázó kisgyermekekkel, elszédített lurkókkal, nyáron sielő lányokkal, homokvárból kiszabadult sárkányokkal és kígyókkal, röpködő pókemberekkel, de akadtak légies pillangók és tündérek, valamint szelíd Hello Kittik is. Pontosan hány lufit adtál ma át a gyerekeknek? 299,99-et, mert egy szétrobbant. Én nagyon jól érzem magam, mindig szeretek mókázni és bohóckodni, és én úgy gondolom, hogy a gyerekek is nagyon jól érzik magukat, mert volt itt egy nagyon ügyes arcfestő csapat, aki mindenkit kikerált, és vannak itt sárkányok, bohócok, pillangók, mindenféle manók szaladgálnak itt a focipályán, és hát én is nagyon sok mindenkinek szereztem örömöt a lufival. 6 csapat részvételével zajlott a kispályás labdarúgó bajnokság, mely a nagykágyai Hajdú Bihar nevű csapat VB-t megszégyenítő gólzáporával zárult, mely győzelmet egyesek twistelve ünnepeltek. Szerinted a világbajnokságon melyik csapat lesz a győztes? Szerintem Hollandia. A focipálya szélén 12 csapat szabadtűzi főzőversenyen vett részt. Milyen állat ez? Őz. De akadt, aki sertésből főzött, mint az idősebb Kolmán Bálint, Pap Gusztáv és Oláh József alkotta Bánat utcai csapat, amely nevét meghazudtolva, örömmámorban úszva vehette át a főzőverseny fődíját, épp úgy, mint a sörivó verseny győztesei. Kozma Sándor testnevelő vezetésével a délutáni hőségben izzasztóan zumbázhatott a falu apraja nagyja. De volt, aki annak örült, hogy a lufi borotválást megúszta szárazon. A szülők nagy örömére felléptek a helyi ovisok és kisiskolások, akik pedagógusaik által összeállított színes, zenés, táncos produkciókat mutattak be. A Citera ének duót követően stílusváltásként a Margitai Techno Breakdance Hip-Hop csoport koreográfiáit nézhette a közönség. Így a rendezvény még elfele. Hogy érzed, sikeresnek tartod a harmadik Csokai családi napon? Persze. Senki nem lehet proféta a maga hazájában. E mondás alól kivételt képez a helyi csomagközi Diana és Tivadar József,
hiszen első közös fellépésüket hangos siker, tapsvihar és tomboló közönség fogadta. A harmadik Csokai családi nap éjszakában nyúló szabadtéri diszkóval zárult. E heti tévéfotel vendégünk Barkóly Barna, Vedres Ábrány község polgármestere, kollégánk Szabó Csongor beszélget vele. Köszöntöm a tévéfotel nézőit, és köszöntöm Barkóly Barna polgármester urat, aki Vedres Ábrány községnek a polgármestere. Tudom, hogy vannak székelyhídi kötődése, és valószínűleg a nézők közül is többen tudják, hogy dolgozott sokáig Székelyhídon. Hát igen, igen, és szép emlékeim vannak innen Székelyhídról. Hosszú évek teltek el, mire elszoktam Székelyhídtól, nemhogy elszoktam teljesen, de annak idején, mikor oda kerültem a hivatalba 2000-ben, nagyon sok alkalommal Margitára kellett volna menjek, el is indultam, és mikor majd erre megtettem 1-2-3 kilométer Székelyhídot, mert eszembe jutott, hogy hát én nem Székelyhídra kell jöjjek, mint ugye az egy rutinos útvonalam volt nekem, amit éveken keresztül naponta többször is megtettem, és akkor úgy szokásból már erre vettem az irányt. Mint ahogy mondják, hogy a lovas szekér is megáll a kocsma meg a templom előtt. Hogy vannak, polgármester úr? Meséljen, mi újság van önök felé. Szépül, szépül a község, én ezt látom. Köszönjük szépen, jó vagyunk. A lehetőségekhez képest én gondolom, hogy napról napra úgymond alakulunk egy-egy keveset, kicsi léptékekkel, de mindig haladunk előre. Ezen dolgozunk is ugye nagyon sokat, hogy eredmények legyenek. Megpróbáljuk minél jobban a lehetőségeket már pályázatok szinten kihasználni. Vannak már kivitelezett pályázataink, vannak elbírált pályázataink, vannak, amiket most adtunk le pontosan, nem tudom, a 26-áig, de azt tudom, hogy én hétfőn vittem letenni, mert ami 26-áig volt a határideje, és ebből próbáljuk valahogy előre mozdítani a községünket. Ez az a fórum, ahol úgymond lehet dicsekedni, ezt idézőjelben mondtam, mert hogy dicsekedni mifelénk nem nagyon lehet, de mik valósultak meg a pályázatokból? Láttam aszfaltozott utat, egy szép művelődési központot. Hát az eredmények azok elég sokak. Ugye én ezt mondtam és mondom is, én nem nagyon vagyok annak híve, hogy csinálok valamit és már is nagy csinadratát szerzünk, átadások, stb. Én nálunk olyan szerényen történnek ezek a dolgok, ezért már én voltam figyelmeztetve is, hogy hát azért mégis egy kis reklám kell, de én elhiszem, hogy kell a reklám, de én nem szeretem ezt annyira feltuningolni, hogy hát igen, én befejeztem egy kultúrházat, és akkor már nagy pompás átadásokat szervezzek, vagy hasonló beruházások, amik megvalósultak. Azt olyan egyszerűen mi, csak a közember tudta, vette észre, hogy már neki folyik a csapból a víz, vagy készen lett a felújított kultúrház, vagy a felépített kultúrház. Mindent olyan szerényen. Nem szeretem úgy mondva azt, hogy már letettem egy alapkövet, vagy csináltam egy kerítést, és akkor ezt tettem már most már előre jöjjek. Én inkább olyan hátrahúzódottabb vagyok ezen a téren. De viszont a kiharcolásban, az anyagi forrásokban ottan oroszlánként harcol. Könyörtelen. De már az ilyen átadás, amikor befejeződik, akkor már nagyon visszahúzódok, szerény vagyok. Nem szeretem, hogy annyira... Itt az RTV-ben a polgármesterekkel való beszélgetés egy sorozat, és a más községek polgármesterével beszélve érdekes és visszatérő elem, hogy amikor valami készen van, akkor többnyire az emberek itt azt mondják, hogy jó, jó, de. Ezt ön is észrevette? Igen, mert akármit csinálsz, ha megcsinálod, ha kész van, akkor egy réteg nagyon örül neki. A másik azt mondja, hát inkább az kellett volna, vagy amaz kellett volna, vagy az is kellett volna, szóval az embereknek ez természetes, hogy mindig más kell. Ha az már megvalósult, akkor hát most már ez kell. Most már nem is ez kellett volna, most már az kellett volna. Szóval ez egy mindig olyan, mint a mesébe, hogy az teljesedett, akkor most már más kívánság kell, hogy teljesedjen. Ez természetes is, mert az emberek ugye mindig
tervei vannak, az sikerült, akkor most már vágjunk neki a következőnek. És én azt gondolom, hogy ez a természetes, mert az ösztönzi a polgármestert is, jobban akkor, hogy hát igen, na most már azért meg kell csinálni azt is, mert az emberek azt is igénylik. Akkor beszéljünk azokról a tervekről, amiket most indított el, mondta, hogy pályázatokat adott le, vannak elképzelései, mik ezek? Igen, hát a legutolsó pályázatot, amit leadtam most 26-áig a határidő, az egy új polgármesteri háromszintes, két emeletes hivatal építése Monos Petre. Ugye, nekünk egy régi vágyunk az, hogy a község központot átköltöztessük Monos Petrivel, ami közelebb is van a városhoz, legnagyobb település, az infrastruktúrája is fejlettebb, mint a másik három településnek is, és egyedül a lakosság száma túlnyomóan több, mint a másik három településnek egybevéve. Most ezt mi ugye régebben elkezdtük már, annak idején, mikor Szentjaugnak sikerült megtartani a referendumot, minket akkor egy kicsit visszatartottak, mert mikor a Szentjaug megszervezte a referendumot, akkor még a prefektúra is készületlen volt, de már mire mi bevittük az iratokat, leadtuk a tanácshatározatot, stb. Fel volt a készülő, és akkor a közigazgatási bíróságon megtámadott bennünket az akkori prefektus, a Gilel úr, de ottan megnyertük, és most következik, hogy azt a tanácsi határozatunknak a referendum megszervezési időpontját korrigáljuk, amit én szeretnék most nagyon az őszi elnökválasztás alkalmával megtartsuk a referendumot is, és utána a képviselőink, úgy a Szabó Ödön képviselő úr, a Cseke Attila képviselő úr, a Bíró Rozália szenátorasszony közbenjárásával, mivel hogy kormányon is vagyunk, gondoljuk, hogy jövőre egy kormány rendelet alapján át is tudjunk majd költözni, mert ezt a kormánynak jóvá kell hagyja a mi referendumunkat. Alkotmány szerint így van. Igen, és erre felén ugye már készülök, a rendőrség az már átköltözött Monos Petribe, most ugye ez a pályázatom, remélem, hogy nyerni fog, és akkor kész lesz a szép új ingatlan, a polgármesteri hivatal is, és remélem, hogy még ebben a mandátumban sikerülni fog, hogy átköltözzünk Monos Petribe. Egy apróság, még akarják ezt a község többi falvaiban is, hogy Monos Petri legyen a központ? Mostan itten ugye én felmerem vállalni azt, hogy most per pillanat Vedres-Ábrám község inkább egy olyan román községnek van beállítva, mert a község központot veszik mindig mérvadónak, hát az mondjuk szűkön fele-fele, de inkább szinte több a román lakosság, mint a magyar lakosság. Ugye Érfancsik az tiszta román falu, és ez nekik egy olyan presztízs kérdés van, hogy most átköltözön többségében magyar lakta településre. De reméljük, hogy ezt is lassan, de megoldjuk. Azt csiripelik a verebek, hogy végre meg lesz a Vedres-Ábrány-Kokadi út is, amire már várunk egy pár éve. Igen, igen. Hát ennek a pályázat, ugye ez a tervezési része, ez le... folytatódott, ami most már következő lépés, hogy beadjuk az Unió-fele, mert ez egy határon átnyúló projekt, ami a Huron keresztül megyen, és reméljük, hogy ez a 27 kilométeres útszakasz, ami minket, Vedres-Ábrányokat 2,2 kilométert érint, ennek Székelyd lesz a legnagyobb élvezője, Székelyd város és a vonzás területében lévő települések, és reméljük, hogy ez is lassan kivitelező lesz, és mindenkinek javára fog ez csak válni, mert ugye a településeket, hogyha nyissuk, utaink vannak, akkor már... Hát egyrészt az infrastruktúra működteti a kultúrát, működteti a gazdaságot, nekünk erre szükségünk van. Esetleg, ha van olyan dolog, amivel problémája akadt, vagy ami egy olyan dolog, ami tüske az újban itt a fórum, hogy beszéljen róla esetleg. A legnagyobb problémám az, hogy ezelőtt 4 évvel az 575-es kormányrendelettel elindítottuk Monos Petri vízhálózat felújítását és bővítését, mivel a pénzek nem nagyon érkeztek,
elkezdtük a vezetékek lefektetésével, de a pénzek, hogy nem érkeztek, abba is maradt. Állítólag most már ezt ugye összevonták egy 28-as kormányrendelettel, ami mind a Drágnyánál van, hogy most már ennek is beindul a finanszírozása, mert nyári időszakban, nagy kánikulában, nagy melegben, mint jelenleg is, ahogy van az időjárás, annyira öntöznek az emberek az ivóvíz hálózatba, hogy egy az egyben nem bírja a rendszer. Ha esik egy kis eső, mint például a tegnap előtt van víz, szinte van nyomása, hogy kicsapja a poharat a kezedből, de a nagy szárazságban egy az egyben mocskos víz jön, ami ugye ez fizikailag, ezt a szakemberek is tudják, hogy ez abból következik, hogy nem bírja a rendszer, és akkor az a cső olyankor elkezd mosolódni, mert a nyomás hogy változik benne, és akkor felbolygassa a leülepedett, mit tudom én, szennyeződést, ami van. És akkor az felbolygatódik olyankor, és akkor természetesen, hogy jó, magam is szombat este nem tudtam lezuhanyozni, mert nem volt egy víz a rendszerben. De hát ezt meg kell értsük, én mondtam lakossághoz, intéztem kérelmet, hogy legyenek szívesek, fogjunk össze, és ne öntözzünk, mert ez ivóvíz hálózat, ez nem öntözési hálózat, hogy erről öntözünk. Ugye általában azok öntöznek, akinek nincsen még kontorizálva, nincsen óra, viszont akinek van mérő eszköz felszerelve, az is öntöz, mert kettő lej egy köbméter víz, és mivel ugye 1000 liter vizet két lejér hol kapol? Ha saját kutyából fel kéne vedrezni, az is 100 vedér víz lenne 10 literen kint is, ha számoljuk, ami két lejér nem kifizetődő, hogy te tekered ott azt a kutat, 100 vedér vízért, két lejér is. De remélem, egy szivattyút hogy... belerakni, az nem két lej. Igen, és egy nagyon performáns szivattyunk van, a kút is bírja, de nem bír annyit felhozni a felszínre, amennyi nekünk szükséges. Hát azt mondom, hogy a szivattyunk 5 liter szekundumon kint felhoz, nem, de nem bírjuk, a rendszer nem bírja. Hál' Istennek még bírja a kút. De egy kutat se szabad a maximálisra használni, mert az akkor hamar behomokozódik, eltojulnak ottan azok a kis rések, ahol bejön az ivóvíz. Szóval egy kutat is csak normális standard szerint lehet kihasználni. Beszéljünk még arról így végezetül, hogy milyen programok lesznek a nyáron, hisz gondolom lesznek községi napok, vagy olyan rendezvények, amire várják az érdeklődőket. Hát lesznek rendezvények, na most a községi napokat más néven fogjuk megtartani, és a nagy banzáj kint a színpadon nem lesz. Tudnék, a tavaly nyáron én csináltattam építettünk egy szép, stabil színpadot, amit az idén akartunk folytatni, hogy öltözőkkel, illemhelyekkel ellátva, de a télen a fiatalok annyira tönkretették a tetőszerkezetet, hogy egy az egybe kiukazgatták, és még mai napig is a kis kövecskék, meg a nagy kövecskék még fent vannak a tetőn. Tiszta, jéklyuk lett az egész tetőszerkezet, és én erre fel meg gondoltam magamat, azt mondtam, hogy nem lesz olyan nagy banzáj kint a színpadon, megtartsuk a falunapot, de egy diszkrétebben, és megkötöldöm. Tudnék, a falunapnak nálunk mindig az ökumenikus mise, amire építettük, az ugye vasárnap folyamán megkezdtük a négy felekezet, római, katolikus, református, ortodox és a baptista hívek, mind a Monos Petri nagy katolikus templomba, utána ottan a templomkertben az emlékművet koszorozzuk, még ha addig sikerül egy szobor, vagyis egy kopjafa meg van rendelve, az elfelejtett paraszt szobra, amit akkor meg akarunk megint szentelni, mert nálunk híre szülötte a falunak, nincsenek olyan kiváltságos szülöttei a falunak, akiről tudnánk egy szobrot vagy emlékművet állítani, és akkor én úgy gondoltam, hogy az elfelejtett parasztnak az, aki évszázadokon keresztül dolgozta a mezőn a földeket, arról mindenki megfeledkezett, és akkor ebben mindenki bele van értve, úgyhogy nem csak az első-második világháborús, meg a 20. század
van elesett hősöknek az emlékét megkoszorulok, hanem az elfelejtett parasztnak is állítunk egy kopjafát, aki ebben mindenki az egész évszázadokon keresztül, akik ottan a község falu területén dolgoztak, szenvedtek, izzadtak, azoknak is egy kopjafát. Mikor lesz ez, polgármester? Ez augusztus 10-én. Na most előtte ugye Monos Petribe a katolikus nagyharang jelenleg folyik az újraöntésé, mert eltört, megrepett a tavaly őszön, ami nagyon hiányzik a faluba. Ez a falut valahogy összekovácsolta, mert ez mind adományokból. Jártunk kint. El, igen, 15-16 ezer euró nagyságú összeg körülbelül, ami most július hónap folyamán kész kell legyen, és akkor július 19-ére van tervezve a szentelése. Az excellenciás Böcskei László püspök fogja szentelni, és akkor most vasárnap, mikor volt a bérmálás, akkor a püspök úrnak felkértem, hogy ha már Petribe fog újra járni, harangot szentelni, hogy akkor felszentelje az új létesítményünket, és a templom mellett az öregek otthonát, és ő ezt örömmel fogadta, és akkor megint lesz egy ilyen kis rendezvény. Hát most mennyi kulturális rész fog beleférni, nem tudom, mert az embereket egy hosszú műsorral se lehet sokáig untatni, az embereknek is egy-két óra hossza elég, mert én szerény véleményem ez, hogy hiába csinálok akármilyen műsort, egy idő után az emberek már unják. Egy kicsike kis vellős valami legyen, és ami mindent érint, és aztán mindenki szép emlékkel távozik haza, azt megemlegeti. De mikor már elkezded untatni az embert, hogy aurákon keresztül ott tartod a székbe, akkor már utána, hogy jaj, alig vártam már, hogy vége legyen. Jó volt, szép volt, de akkor már alig vártam azt mondja, hogy már ne. Hát akkor mi se járjunk így a nézőkkel. Jó volt, szép volt, köszönöm szépen, hogy befáradt. Annyit tudok ígérni, hogy mi majd tájékoztatjuk a nézőket ezekről az eseményekről, és akkor ott majd folytatjuk a beszélgetést. Köszönöm szépen! Június hó utolsó munkanapján Gödér Attila RMDSZ-es tanácsos elnökletével soros képviselőtestületi ülést tartottak a Városháza tanács termében. A tanácsosok 15 napirendi pontot tárgyaltak, egyet pedig a színház épületének felújításáról szóló építészeti terv elbírálását elhalasztották. Egyebek mellett a nagykágyai foglalkozásterápiai központ számára mezőgazdasági tevékenység céljából fél hektárnyi terület használatba adásáról, a volt rendőrségi épület és a nagykágyai iskola sportpályájának új kataszteri számmal ellátásáról, egy folyamatban lévő és egy újonnan induló peres ügyhöz ügyvéd szerződtetéséről döntött a testület. A fenntartható együttműködés alapjainak megteremtése a Bihar-Sárét-Bihor térségben elnevezésű konferencián vehettek részt az érdeklődők július 2-án a Székelyhídi Múzeum épületében a Bihar-Sárét Vidékfejlesztési Egyesület és a Bihar megyei helyi akciócsoport összefogásának köszönhetően, akik azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy egy olyan fenntartható együttműködést alakítsanak ki, amely a két mikrorégió számára fontos hatást eredményez. A Madarászi Sportklub szervezésében tájfutó tábor és fesztivál zajlik Hegyközszent Miklóson. Az egyesület elnökét, a fesztivál főszervezőjét, Perér Csabát kérdeztük. Még körülbelül egy éve rátaláltunk erre a gyönyörű strandra és a környékére, és elkezdtünk térképezni. És akkor onnan jött az ötlet, hogy ha már adott a strand, a szállás lehetőség és a környék szép erdeje, hogy akkor itt is rendezzük meg a 4. tájfutó fesztivált. Egy maroknyi csapat táborozik Hegyközszent Miklóson, de a fesztivál keretében még sokan érkeznek. Kik ők és honnan érkeznek Hegyközszent Miklósra? Nagy meglepetésünkre ebben az évben először Moldovából, tehát a Prut túloldaláról, Kisinóból is érkezik egy 20 fős csapat. Természetesen egy pár versenyző jön Ausztriából, Magyarországról nagyon sokan,
Szeged, Nyíregyházáról egy 50 fős csapat, Szolnok, Budapest, és Németországból jön egy pár versenyző, és persze Romániából. És azt szeretném külön kiemelni, hogy Románia, hát a mostani idők legjobb, egyik legjobb sportolója a Barkász Dániel, és ő is részt vesz a mi versenyünkön, ami emeli a verseny színvonalát. Várnak-e érdeklődőket? Érdemes-e kijönni a környékbelieknek, megnézni, hogy hogyan zajlik egy ilyen tájfutóverseny, fesztivál? Nagyon ajánlanám kijönni, mivel éppen ezért szervezünk pénteken délután 5 órától, 17 órától egy versenyt, amelynek az a neve, hogy park és város, hát itt falu lesz, nem város, verseny, és ez nagyon látványos, mert nem az erdőbe zajlik, mint egy normál tájfutó verseny, hanem akkor úgy lesz, hogy a strand környékéről lesz a kiindulás, és a környező dombok, házak, kerthelyiségek között meg van engedve nekünk, akkor ügyelünk majd a veteményesekre, és ezért nagyon látványos lesz. Tehát a strandról nagyon szépen lehet látni, és akkor pont a strandon lesz a cél, a befutó. A szervezők érdeklődőket és tájfutni vágyókat egyaránt szeretettel várnak a Szent Miklósi Tájfutó Fesztivál versenyeire. A 8. osztályosok már átestek az éves vizsgáikon, jelenleg is tartanak a beiratkozások úgy liceumokba, mint szakiskolákba. A nagykágyai egyes számú liceum esetében több lehetőség közül is választhatnak a diákok. A 8-osok végzettek számára a szakiskolai, a 3 éves szakiskolai képzés, az most már a végéhez közeledik, ezelőtt néhány héttel kellett oda beiratkozni. Most szombat-vasárnap már hozhatják azok, akik bejutottak a beiratkozási dossziéjukat, illetve ugyanúgy, mint a többi liceumban, a 9. osztályban élelmiszeripari szakra lehet jelentkezni. Az osztályfőnökök valószínűleg a napokban fogják megtartani a gyűlést, és akkor be fogják jelölni a diákok, hogy hova szeretnének menni. Mint mondottam, 9. élelmiszeripari szak indul. Mindenkinek ajánlom, azoknak főleg, akik úgy gondolják, hogy ezen a területen szeretnének tovább dolgozni. 4 éves képzés, a végén érettségi, diploma és technikusi oklevelet kaphatnak, és hogyha például élelmiszeripari szakon szeretnék végezni egyetleg az egyetemet, akkor óriási segítség, mivel a 4 év alatt ők már olyan felkészülést kapnak visszajelzések alapján, hogy az első év az már szinte megoldható. Mennyi jelentkezőre számítanak az iskolában most? A 2 szakiskolában, a 3 éves szakiskolában beteltek a helyek, hál' Istennek, sőt a mezőgépész szakon felvételit kellett szervezzünk. A 9. osztályban is általában nagyon jó arányban szoktak jelentkezni az élelmiszeripari szakra. Esetleg érdekesként elmondhatom, mert nem biztos, hogy tudják, hogy akik 9 osztályt végeztek bárhol, bármilyen szakon és bármilyen szinten, tehát már úgy értem, hogy elméleti vagy technológiai liceumban, 10. osztálytól is lehet jelentkezni 2 éves szakiskolára, PÉK szakmában, illetve építész szakra. A Székelyhidi Petőfi Sándor elméleti liceumban is több lehetőség adódik a frissen végzett 8-osok számára. Ebben a tanintézményben 10 Bihar megyei iskola beiratkozási folyamata zajlik július 4 és 8 között. Egyelőre július 4 és 8-a között fogják kitölteni az opciókat a gyerekek, közösen az osztályfőnökkel, illetve a szülőkkel. Ez péntek és kett között lesz. Utána pedig meg kell várni a számítógépes helyosztásnak az eredményét, ami július 15-én történik, és július 16-án fogjuk kifüggeszteni az eredményeket. Jelenleg 4 osztályt indítunk 9. osztályból, ebből 1 román tannyelvű és 3 magyar tannyelvű osztály, amelyekből az egyik természettudományok szakon van, reál szakon, a másik 2 az humán szakon, 2 különböző humán, tehát egy filológia szak, illetve egy társadalomtudományok szak. A héten zajlottak le országszerte az érettségi írásbeli vizsgái, így a Székelyhídi Liceumban is, ahol mindenki másféleképpen vélekedett a vizsgák nehézségeiről. Számomra román nehéz volt, de a magyarra elboldogultam, és a történelem az is meglepetést okozott a 3. tétel miatt,
amit pont sikerült nem átnéznem, szóval, de attól eltekintve megoldottam ezt a problémát is. Igazság szerint egyiket sem tartottam túl könnyűnek. Mindenkinek a legnagyobb félelme általában a román, de szerintem megoldható volt. A magyar az olyan, hogy az nálunk magyaroknál az presztízs kérdés, úgyhogy azt jó, ha nem rontjuk el. Szerintem a történelem, az azt hiszem a legnehezebb tételt kaptuk, amit kaphattunk, úgyhogy eddig az volt a legnehezebb, de pont ezért ma is elég nehézre számítok, mert jobb felkészülni a legrosszabbra, úgy gondolom. Hát a román tételről hallottam azt, hogy az elég nehéznek tartották a diákok, illetve a történelem tételnél a harmadik részt, amire nem számítottak, ugyanis a 100 éve kezdődött el az első világháború, mindenki inkább ezt a tételt várta, és a 14. századi törökkorra kevésbé számítottak a diákok. De reménykedünk és szorítunk. Voltak olyan diákok, akik nem tartották be azt a szabályt, amit az érettségi megkövetel. Folyamatosan monitorizáltak minket, nem csak a bizottság van itt jelen, ezt kell tudni a nézőknek is, hogy ilyenkor még az igazgatónak sincs bejárati joga, azaz be se szabad jöjjön az épületbe, tehát a rendőr, illetve az érettségiző bizottság, érettségiztető bizottság, akik nem székelyhidiak alkotnak, hanem az elnök is más megyéből egy egyetemi tanár. Mindemellett még emellett is monitorizálják az érettségit. Mi Bukarestből kaptunk monitorokat, a hétfői vizsgán volt olyan, ahol terembe 10-szer is bementek, és különböző, mondhatni, titkosszolgálati módszerekkel levizsgálták a diákokat, különböző gépekkel, detektorokkal, fémkeresővel és egyebekkel. Volt 2 darab kizárás a mi tanintézményünkben, ez 2 darab kágyai diák volt, akiknél telefont találtak meg a vizsga közben, illetve a hozzánk tartozó Mihályfalvi, érettségi szempontjából hozzánk tartozó Mihályfalvi tanintézményben volt a szerdai napon egy kizárás. A szigorított környezetben zajló vizsgák végleges eredményei hétfőre várhatóak, természetesen beszámolunk ezekről. A Monos Petri Művelődési Ház adta a helyszínét a Szabadság Fest Sound of Freedom elnevezésű tehetségkutató versenyének június 27-én. A versenyre jelentkezett 15 versenyző énektudásában mérte össze erejét a 3-tagú zsűri előtt, akik között ott volt Szakács Zsejke, a Sanzon együttes énekesnője, Mr. Seed rapper és Pápai József karnagy zenész, ők természetesen minden produkció után értékeltek is. One and only. Vagyok, talán fel sem olvadok. And you can see my heart, yeah. A 14 színpadon megjelent fiatal közül végül a zsűri 8-at juttatott tovább, ők mindannyian a Szabadság Fest 1-1-4 napos bérletével a zsebükben térhettek haza. A verseny ezzel együtt nem zárult le, a zsűri által kiejtett 6 versenyzőre még lehet szavazni a Szabadság Fest by Vidifiz Facebook oldalon július 4-én estig. Az itt legtöbb lájkot kapó versenyző csatlakozhat 8 társához, akikkel a július 12-i döntőn szállnak ringbe a Szabadság Fest hangja címért és a két személyre szóló hajdúszoboszlói hétvégéért. Kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket, új adással legközelebb jövő hét pénteken jelentkezünk, addig is viszontlátásra!